Jó reggelt kívánok mindenkinek! Csütörtököt mondok! 13 órás pihenő után megindulunk lerakó felé. 4 óra 50 perc van. Visszatérünk az A1-re. Megpróbáljuk. Tankolást még be is kell vigyek. Én megkeresek az A1-et, tankolunk egyet, és utána oda csámpázunk a lerakóra. 10 fok van, nincs rossz idő. Sötét viszont van, látnivaló meg nincs. Majd jövök. Érkeztünk Bécshez. Már 21-esen vagyunk, úgyhogy elhagyjuk azt is. Tarts balra! És most kanyarodunk rá a Shopping City szűd felé vezető autópályára. Menj tovább több mint 4 kilométert. Hagyj le az autópályáról. És aztán nem sokára érkezünk a lerakóra. Hát 6 óra van, de én még előtte beugrok tankolni egyet. Ráfordultunk az A2-re. Megteszünk rajta már ezt a tankolást egy kicsit. De szépen besöndörödünk, aztán megtankoljuk a bicikét. Tankolunk bele egy bicikét. Tankolunk. Tankolás megtörtént, indulhatunk. Indulhatunk innen. Nem tankoltam tele, gondvá, hogy úgyis telephelyre megyünk, aztán majd ott folyt köv. Keressük ezt a lerakót, mert elméletileg itt kell lennie valahol. A jobb oldali ipari park részben van, ez biztos. Meglátjuk. Hát itt is van. Na, megérkeztünk, itt lesz a lerakásunk. Na kérem, lerakásunk vége van. Miért az autó? Kérem, a munka. Keresek egy parkolót. Oda szépen félreállok, aztán várom, hogy jöjjön a munka, ami Neudörfl lesz, valószínűleg.
megpróbálok arra orientálódni, hogy legalább irányba legyek. Itt valahol félre kell, hogy álljak, aztán várni a munkát. Az a baj, hogy itt körforgalomba kimenvén már egyből az A2-re mennék rá. Egy kicsit itt bekolvászolok én erre vissza. Ide én félreállok. Várom, hogy itt ennek nagyjaink, aztán majd attól függően megyek majd innen tovább. Pihenő. Kérem, megjött a munka. Irány Neudörfel. Egy lerakónk lesz Németországba. Még akasztanom is kell. Húha, jó lesz ez. Fog ez menni. Úgyhogy itt most a körforgalomból irány Bélgrác. A kettő, aztán megyek S4. És akkor onnan Neudörfbe, aztán meg majd átakasztok valakivel, nem tudom, hogy kivel. Majd meglátjuk. Egyelőre haladunk. Irány rá az A2-re. Irány Neudörfbe. Hát a Neudörfelt eltaláltam. Meg valami akasztás lesz, azt meg nem tudom, hogy majd hogyan, meg kivel, majd meglátjuk. Fél óra vezetési idővel vagyok egyebek mellett. Oké, ne bánik! Fölhajtottunk most a pályára, megteszünk rajta 2 kilométert. Lehajtunk az autópályáról, irány az S4. 10 kilométerre vagyunk a felrakótól. Szépen megrakok, aztán utána nekiindulok Németország felé. Szubennél fogjuk lépni a határt. És hatolunk be Németországba, nem tudom meddig, nem tudom hol lesz az akasztás. Akkor onnan pedig, hogy hova fogunk még érni vagy vissza. Nem tudom, hogy hogyan lesz még, majd meglátjuk. Egyelőre megteszünk most meg 8 kilométert, mert odaérünk a felrakóra. Megérkeztünk a lehajtóhoz. 1 kilométer. Tarts jobbra. Leszünk a felrakón.
jobbra. És akkor itt néhány jobbra. Fordulj jobbra. És már lassan meg is érkezünk a felrakóra, ahol szépen bemérlegelünk. 400 méter után érkezés a célhoz a jobb oldalon. Bejelentkezem, aztán elkezdem a foltkocsit rendbe rakni. Mire jönnek és szólnak, hogy mehetek rakodni, addigra már konyha kész lesz minden. És akkor szépen megrakodok, aztán utána lefürdök, meg lehet azt is. És akkor utána majd nekiindulok a túrának. Addig egyelőre elköszönök, mert megjöttünk. Érkezés a célhoz a jobb oldalon. Itt lesz a felrakásunk. Hát kérem, felrakásunk megtörtént, indulunk. Fordulj jobbra. Dél múlt 2 perccel. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, de hát mindegy, megyünk, aztán csináljuk, aztán majd kiderítik nagyjaink. Egyelőre 300 méter után fordulj jobbra. Megkeresek az A2-t. Jó, úgy vagyunk, hogy S4 A2, és akkor utána A2-ről átmegyünk az A21-en az A1-re. A21. És akkor a következő lehetőségnél fordulj jobbra. Onnan irány szuben, irány a határ. Egyelőrítés 4, megteszünk rajta 6 km. Itt aztán szépen rákanyarodtunk az A2-re, irány Bécs felé. Az első pihenőnél majd kiállok, mert megmondják, hogy hol kell, akasszak meg kivel. Na kérem szépen, hát megjött a munka, vagyis hát az akasztás helyszíne. Itt lesz nem sokára. Hajts ki a második kijáraton. Szépen vissza kell forduljak. Odáig. Nekem át kell menni a pálya másik felére. Van 17 kilométerünk odáig, és akkor ott lesz az akasztás helyszíne, nem tudom, hogy hova lesz az áru. 300 méter után körforgalom. Hajts ki a második kijáraton. Körforgalom. Hajts ki a második kijáraton. Itt már söndörödünk is vissza a kettőre. Ami megteszünk 8,6-ot. Abból a 17-ből ad még vissza. Lehajtunk az autópályáról. Természetesen ilyen az, amikor az ember elé menne a dolgoknak, de nem sikerül. Visszatérünk az S4-re. Teszünk rajta 3 kilométert első körben, és 6-ra pedig már leszünk a akasztás helyszín. 300 méter után tarts jobbra, majd a következő lehetőségnél fordulj jobbra. Tarts jobbra, lassan. Majd a következő lehetőségnél fordulj jobbra. Településhez. Száz ötven méter után fordulj jobbra.
nem jobbra. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Szép lett az idő, most elfújta a felhőket a szél és kisütött a nap is. És ő kristálytiszta, jó messzire ellátni. Most megteszünk 3 kilométert, azt ott leszünk a célnál. Itt már fordulhatunk is be jobbra. És aztán meg is jöttünk. Köszönöm szépen, nem kérem. A következő lehetőségnél fordulj balra. Megérkeztünk, itt lesz az átakasztásunk valahol. Hát kérem szépen, kollega ideért megrakott. A következő lehetőségnél fordulj balra. Akkor most átvettem a pótkocsit tőle, meg tőlem. Neki lódulok, aztán átállásom van egy 58 km a második kisára. Fordulj balra. És akkor most rovagunk irány az alatt. Kettő. Már mehetünk is. És hát, ha nem tudom, hogy hogyan lesz, majd meglátjuk. Minden esetre most meg kell. Keresünk a másodikra. Már fordulunk is balra. Fordulj balra. Irány az S4 és az A2 felé. Kaptam egy sok léces pótkocsit, ennek annyira nem örülök. 2 kilométer után tarts jobbra. Hát ez van. Akkor most 4-en vagyunk. Irány az A2, Bécs felé. Megint ide értünk. Megteszünk 42 km az A2-n. 52-re leszünk a második felrakón. Más dolgunk nincs, robogunk. Elhagyjuk az A2-t. Jobbra tartunk, irány az S1. Megteszünk rajta 7 km. Tarts jobbra. Megy előttünk kettővel egy olyan autó, ahova székhez én megyek. Ő lehet, hogy hazafelé megy, és akkor elég, ha őt követjük. De meglátjuk, hogy oda megy-e a céghez. Ha oda, akkor szépen fölvezet minket, és akkor már is ott leszünk a felrakót. Elhagyjuk az S1-et is, elhagytunk az autópályáról. 2,5 kilométerre vagyunk a felrakótól. Egy kilométer után tarts jobbra. Meglátjuk, hogy hogyan érek meg, miként végzek itt. Mert utána még egy olyan 3,5 óra járásra van lomba. Elméletileg az még járható, hogy akkor oda még esetleg elére. Tarts jobbra, egyelőre haladunk, majd csak arra beérünk. Most irány jobbra. 1 kilométerre vagyunk tőle.
150 méter után fordulj balra a körforgalomban. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. És akkor irány a harmadikon ki. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Már látom is ott szembe a céget. Meg is érkeztünk. Itt lesz a felrakásunk. 250 méter után fordulj balra a körforgalomban. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Majd fordulj jobbra. Megjöttünk. A körforgalmat követve fordulj balra. Itt harmadik a... kijárat. Itt lesz a majd fordulj jobbra. Na kérem szépen, 16 óra van pontosan. Úgyhogy most aztán nekilódulunk, aztán irány 50 lapba. Méter után körforgalom. Hajtsd ki a második kijáraton. Bécs felé, és egy. Másfél kilométer után, tarts balra. És akkor most elveszük a ritmust, azt már megyünk is. Így, na, szépen rásöndörögünk itt a... És egyről megyünk az A21 felé. Úgyhogy még itt az S1-en vagyunk. Irány Linz, irány Szentpölten. A kettesen haladunk, gyönyörű a látvány, borzasztóan fúj a szél. Gyönyörű ez, ahogy a nap átsüt a felhők között. Hát ugye most Lambakig megyünk, az a cél, hogy odáig elérek, akkor holnap reggel el tudok menni haza a járattal, 8 órakor megy. Mivel holnap tilalommal Ausztriában se tudnék mozdulni, ezért ennyivel előrébb tudok menni. Így most azért megyünk szépen Lambakig, onnan meg majd hétfőn folytatom tovább az utat. Megyünk, gurulunk, ha érdekesség, szépség lesz, akkor jövök. Még egyébként 160 km-ünk van, amelyik két órás. Hát itt most így látszik itt jobbról egy kicsit, amíg el nem takarják a fák. Kettesen robogunk. Sokáig látszott. Nagyon-nagyon fúj a szél. Hozza a felhőket rendesen. Mi pedig robogunk még itt 88 km, aztán elvagyunk az A2-t. Kontrollálni fognak minket, 3,5 tonna fölött mindenkinek be kell mennie. Befelé, be kell menni kontrollra. Villog egy nap a lámpa. 3,5 tonna fölött megyünk befelé.
haza a kettőre. Ennyi volt a kontrollom. Elhagyjuk az A1-et. Kezd szűkülni. Negyed hét van már. Jobbra tartunk, rátérünk az A25-re. Elmegyünk egészen Belszig. Most megteszünk rajta még 20 km, és aztán ott teszünk majd át. Elhagyjuk az A25-öt. Rákanyarodunk az A8-ra. Kezd sötétedni rendesen. Ma is jó kidolgozzuk a napot. 18 óra 30 perc van. És hát... Főleg este lesz, mire beérünk a telephelyre. De itt most még megteszünk 3 kilométert, aztán irány Belsvest. És a telephely megérkeztünk, a Belsvesthez. Rátérünk itt az egyes számú útra. Ahol egyből egy lámpán jutunk, ott hát sötét van. Most már olyan nagy látnivaló nem lesz. Már a települést majd még megmutatom, majd jövök. Na már mehetünk is. Szerintem itt az előttünk lévő autó is oda fog menni, ahova én megyek. Nagy valószínűséggel elkísérjük. De csak ha reményem nem csal. Atom nem csal, és akkor ő is oda fog menni. Hát úgy látszik, hogy a lámpák nincsenek eléggé sorba kötve. Nem kapunk zöld hullámot. Azért előbb-utóbb enged minket. Vissza a telephelyig. Ezt még gyorsan ledaráljuk. És akkor így gyakorlatilag ugye holnap, mivel nem lehet mozdulni az autókkal, most vagy nagyon üres lesz a telephely, vagy nagyon sokan lesznek benn. És a lényeg, hogy így aztán holnap el tudok menni haza. Lesz 8 órakor egy járat, arra szépen beneveztem, és akkor azzal elmegyek haza, így igen-igen korán haza fogok érni, majd valószínűséggel már olyan 2-3 óra felé otthon is leszek. Egy jó kis hosszú hétvégém lesz, amit egy kicsit se bánok. És hát amikor visszajövök vasárnap, két hetest lenyomok, aztán egy hétre megint kiszállok. Kezd tetszeni nekem ez a 4 hét 1 hetezés. Így meg különösen, hogy most meg ilyen hosszú a hétvégén. Elhagyjuk Belsvestet, irányi telephely. Megérkeztünk a cég előtti körforgalomhoz. 18 óra 41 perc van. Itt fogjuk zárni a napot és a hetet. Köszönöm, ha megtekintettétek a videómat. Jó egészséget kívánok mindenkinek. Legyen olyan a hétvégétek, amilyet szeretnétek. Búcsúzom tőletek. Béke legyen veletek, szeretteitekkel. Hétfőn majd folytatjuk innen. Megtankolok, beállok a sorba, és aztán zárom a napot. Sziasztok!